Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusunk, Isten és Atya. Az irgalom Atya, aki összegyűjtött bennünket, hogy nevéről vallást tegyünk, őt segítségül hívjuk, és dicsőítsük örökkön örökké. Amen. Hajtsuk meg fejünket, alázzuk meg szívünket, és mondjunk rövid imádságot. Hálás szívvel köszönhet, Úrunk, hogy igét köré gyűlhetünk. Köszönjük a vágyat, amely
a te igéd, a te közelséged után ott van a szívünkben. Köszönjük az evangelizációt, amelyre készülhetünk, és hisszük, hogy te készíted el a te ajándékaidat. Urunk, áld meg mostani együttlétünket. Legyen kedves minden kérésünk, imádságunk, dicsőítésünk, magasztalásunk. És kérünk, Urunk, az élő igét, a tiszta igét, te hirdest közöttünk ezen az estén, mert szükségünk van arra, hogy abból merítsünk. A te igéd tisztít meg, a te igéd ad világosságot. Munkálkodj eképpen hatalmasan közöttünk. Te törzs be a szívünket, a gondolatainkat, míg rád figyelünk, és akkor is, amikor eléd borulunk le, és imádkozunk. Légy jelen közöttünk. Önmagadat ad nekünk, igéd és szent lelked által. Amen. Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, és az az ige, amelyet Isten szent lelkét segítségül hívva és várva ezen az estén röviden hirdetni kívánok közöttetek, a Krónikák első könyvében található írva, a 16. fejezet 31. versében. Most is az evangélikus útmutató szerint a mai napra ajánlott igét olvasom fel, amely eképpen szól hozzánk. Örüljön az ég, örvendjen a föld, és mondják el a népeknek, hogy uralkodik az Úr. Maradva az evangelizáció témájánál, az utolsó idők jeleiről szólnak majd ezek az evangelizációs alkalmak, és áldja meg az Úr valóban tiszta igével a szolgálattevőket. Amikor az utolsó időkre gondolnak az emberek, akkor általában nyomorúságok, azok a félelmetes csapások jutnak először az eszünkbe, amelyekről a Szentírás, többek között a Jelenések könyve is beszél. Még egy Bibliát nem olvasó, Isten igét nem ismerő ember is, hogyha a végidőkre gondol, akkor katasztrófákra gondol, hogy nehéz idők lesznek majd azok. Nagyon nem is értjük sokszor azokat a jeleket, amelyekről a Jelenések könyve többek között a Jelenések könyve is beszél. Hogyan és miképpen kell értelmezni az ottani proféciákat. De amit tudhatunk, az maga nyugtalansággal és félelemmel tölt el sokakat. Mintha káoszba süllyedne a világ. Mintha minden összeomlana. Ahogyan Jézus is mondja, még az egek tartó oszlopai is megremegnek. Minden megrendül. Azonban az ige, amelyet ma olvastam, azt szeretné megerősíteni minden Isten félőben. Benned és bennem is, hogy minden látszat ellenére az Úr uralkodik. Akkor is uralkodni fog az Úr, amikor ezek az események bekövetkeznek. Akkor is uralkodni fog. Sőt, utána is ő fog uralkodni, örökkön örökké. Amikor majd bekövetkeznek az utolsó időknek nehézségei és nyomorúságai, azok nem arról tesznek bizonságot, hogy kicsúszott a kontroll az Istennek a kezéből, hogy az események túlnőttek Isten hatalmán, szeretetén, nem tudja Isten az eseményeket befolyásolni, hanem pontosan arról tesznek bizonságot, hogy hatalmasan a kezében tart mindent. És ami akkor történni fog, az arról tesz bizonságot, hogy erőt fog mutatni az Úr. Nem arról, hogy Isten elveszítette a dolgok feletti uralmát, és azért történnek nehézségek, gondok, ellenkezőleg arról fog beszélni, hogy erőt fog mutatni az Isten. Olyan erőt, amelyel megtöri a sátánnak a hatalmát, és megtöri azokat, akik ellene lázadtak, akik nem fogadták előtt. Gondoljatok a golgotai kereszten történtekre. Nemrég volt, hogy újból megélhettük nagypénteket.
ha olvassa az ember, és hit nélkül olvassa ezeket a bizonságtételeket, hogy mi történt ott nagypénteken, olyan, mintha Istennek a keze meg lenne kötve. Mintha Istennek a keze úgy lenne odaszegezve a kereszthez, hogy tehetetlen lenne. Nem tehetne semmit. És hogy a gonosz erősebb. Hát a gonosz megtörte. A gonosz meggyalázta az Urat. A gonosz úgy tűnik, hogy győzedelmeskedett, és eltiporta mindazt, amit Jézus Krisztus hozott és jelentett. De ez csak a látszat. Mert a hívő ember tudja, hogy ott pontosan az történt, amit az Úr akart, amit az Úr előre eltervezett. És ott, azon a kereszten az Úr győzött. Minden látszat ellenére az Úr győzött, és ezt tudja a sátán is. Uralkodik az Úr. Domne Zeu ela control, ahogyan nekem Bódis Miklós testvér megtanította. Ezt az egy mondatot tudom csak románul, Domne Zeu ela control. Uralkodik az Úr. Ha majd eljönnek azok a napok, az utolsó napok, mindaz, ami akkor történni fog, az arról fog majd bizonságot tenni, hogy Isten erőt mutat, és ítéletet tart az istentelenek fölött, a sátán és minden serege fölött. Ha sportnyelvvel szeretném ezt megfogalmazni, megsemmisítő vereséget mér Isten az ellenségre. De ezt az igazságot csak hittel lehetséges megragadni. Csak a hívő ember ismeri fel. Amikor tombolni fog a gonosz, amikor mindent el fog követni, nyomorúság, baj fogja érni az istenfélőket is, mert ellenük fog acsalkodni a gonosz, csak a hívő ember fogja meglátni mindezek ellenére, hogy Isten uralkodik. Mit tesz a sátán? Azzal kísérti sokszor az embert, nem látod, mennyi baj van? Nem látod, mennyi nyomorúság van? Érezheted a bőrödön is. Hol van az Isten? Mondd meg, hol van az Isten? Ha van Isten, akkor miért történik ez veled? Ha szeret az Isten, ha Isten uralkodik, akkor miért engedi ezt meg? Hogy átmenj nehézségeken, gondokon, próbákon. A sátán kétséget akar ébreszteni, hogy ne bízzunk Isten uralmában és szeretetében. Próbálkozott Jézussal is, amikor Jézus ott volt a kereszten. Ha Isten fia vagy, ha valóban te vagy az Isten fia, akkor miért történik ez? Voltam én is olyan helyzetben, amikor nagyon sok minden összejött. És nem láttam megoldást. És amikor úgy telítve voltam, úgy kifakadtam. Zimányi József testvérünkkel beszélgettünk, és én kifakadtam, és mondtam, és bizony ott volt az én szavaimban, hogy hát Isten miért nem cselekszik, hát Isten miért nem látja, Isten miért engedi ezt, hol van az Isten? Az én számon is kicsúszott. És akkor rám nézett az én testvérem, és elkezdett mosolyogni, hol van az Isten? Hát a trónon. Hát hol lenne? Hát a trónon. A sátán tudja ezt. És kétségbe esetten próbálkozik majd, meg tombolni fog majd. És sok mindent lehet, hogy megtehet. De a hatalom az Úré. A Golgotai kereszten is a hatalom az Úrnál volt. Az Istennél volt. És tudjátok, az Úr hatalmasan egy olyan országot hoz majd, épít majd, azok után, az utolsó napok után, ahol mindeneket betölt az ő teljessége. Az utolsó napok után, abban az örökké valóságban, amit Isten elhoz, ott mindent ő fog betölteni. A Ben Hur című filmet nagyon szeretem, és most az ünnepek alatt az egyik tévéadó vetítette, ott a végét újból meg tudtam nézni, és hogy előttem van a jelenet, amikor ott van a főszereplő, Ben Hur, a Golgotai keresztnél,
oda sodródik ő is, látja Jézus szenvedni a kereszten, ott áll mellette az idős boldizsár, az az idős ember, aki az egész történet során mindig kereste az Urat, ott állnak ketten, és néz kétségbe esetten a főszereplő Ben Hur a keresztre, és azt mondja, hát ezért volt minden, hogy így érjen véget? És azt mondja erre az idős boldizsár, a kezdet ez. A kezdet ez. Szeretett testvéreim, hívő testvéreim, az utolsó napok a gonosz számára, meg az ő követői számára lesznek csak az utolsó napok. De az Úr megváltottjai, az Úr szentjei számára, akik mi vagyunk, az ő kegyelméből szeretett, mi lehetünk az ő kegyelméből szeretetik. Az Úr megváltottjai számára a kezdet, a kezdet. Az áldott, boldog, örökké tartó Isten országának a kezdete. A kezdet. Utolsó napok, így beszélünk erről. De nekünk hittel tudnunk kell a kezdet. Ami után eljön majd a teljesség. És ez csak egy hívő ember látja. Aki befogadta az Úr Jézus Krisztus, csak azt tudja látni. És nagyon fontos, ha majd eljönnek azok a napok, és valóban megremegnek az egeknek a tartószlopai is, meg a sátán tombolni fog, nagyon fontos, hogy akkor is lássuk, hogy az Úr uralkodik. Hogy legyen tiszta, hogy legyen kipróbált hitünk, erre van szükségünk. Ahhoz pedig az szükséges, hogy az Úr uralkodjon most a szívünkben és az egész életünkben. Hogy most uralkodjon az Úr az életünk fölött. És ez azt jelenti, hogy egy átadott és engedelmes életet élünk mindenkor. Mindenben azt tesszük, amit ő kér tőlünk. Mindenben. Nem elég csak a bűntől megtisztulni. Sok embert ismerek én is, bizonyára ti is, akik nek a lelkére ránehezedett a bűntudat, fáj nekik az, amit elkövettek, gyötrődnek miatta. És tudjuk, hogy csak egy valaki szabadíthat meg, az Úr Jézus Krisztus. Eljönnek, bocsánatot kérnek, megszabadulnak, felszabadulnak. Az Úr elveszi, de nem elég itt megállni, hogy megtisztultam, hogy letehettem a terhet. Jézus Krisztus úrrá kell tenni az életünk fölött is. Az érem két oldala. Az egyik oldal, hogy leteszem a bűneimet, és nem folytatom tovább. A bűnös életemet, és ugyanakkor behívom Jézust, hogy ő éljen bennem. Hogy ő kezdjen bennem új életet, és legyen minden úgy, ahogyan ő akarja. Úrrá kell tenni az új élő Urat, Jézus Krisztust. Uralkodik az Úr. Ezt mondja ma igény. Isten megkérdezi, benned, az életedben uralkodik az Úr. Úr lett a Jézus minden felett, ami a tied. Átadtál-e neki mindent? Uralkodik-e az Úr? Mert akkor hittel látni fogod az utolsó napokban is. Amit a hitetlen ember nem fog látni, és ezért lesz benne félelem, és ezért lesz benne kétség. De ha uralkodik a te életedben Jézus, akkor hittel látni fogod azt, hogy most is az Úr uralkodik. És ez csak a kezdet. A kezdet. A gonosz számára utolsó nap. Utolsó időszak csak. De a megváltottak számára a kezdet. Csak a hívő ember látja. És azt mondja az igénk, mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr. Isten áldja meg úgy az evangelizációt, hogy sokakhoz eljusson. Uralkodik az Úr. Eljusson ez az örömhír azok számára, akik az Úréi, hogy megerősödjenek, hogy megtisztuljanak, hogy uralkodik az Úr, hogy sok terhet, amit hordoznak, le tudjanak tenni úgy, hogy tudják, uralkodik az Úr. Nem kell tovább cipelnünk, nem kell benne megroskadnunk. Uralkodik az Úr.
rá lehet bízni, át lehet neki újból adni. Bárcsak Isten sokakat így megerősítene, akik pedig még nincsenek az Úr uralma alatt. Mondjátok el nekik, az Úr uralkodik, hogy az életüket adják át, mert nem az lesz, amit az ember eltervez. Nem az lesz, amit a gonosz akar, hanem mindenben az Isten akarata fog megvalósulni, mert ővé minden hatalom menjen és földön uralkodik. És boldog az az ember, aki az ő kezébe teszi az életét teljesen úgy, ahogy van, mert meg fog menekülni. Utolsó napok, sokaknak sajnos az utolsó napok. De akik új szívet kaptak, akiknek az életében uralkodik Jézus Krisztus, nem az utolsó napok. Csak itt a Földön, ebben a világban, ami elmúlik, de ez a kezdet. Jézus, hogy mondta, a vajudásnak a kezdete. De a vajudás után van egy új élet. A vajudás után van egy új élet. És ez a mi reménységünk. És azért lesz élet, mert az Úr uralkodik. Vedd a szívedre ezt az üzenetet, és mondd el mindenkinek. Örömmel mondd el. Én tudom. Én látom. Én hiszem, bármi is történik, hogy az Úr uralkodik, és áldott legyen ezért az ő neve, most és mindenkor. És ezt az erőt, ezt a hatalmat, hogy ő uralkodik, és életeket tud megmenteni, mutassa meg ebben az evangelizációban is, az ő kegyelme által. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és mondjunk rövid imádságot. Hálásan köszönjük neked, Urunk, igéd bizonyosságát, hogy uralkodsz. Most is te uralkodsz, most is te ülsz a trónon. Azokban a napokban is a trónon fogsz ülni, amikor úgy látszik a hitetlen ember számára, hogy káoszba süllyed a világ, akkor is te fogsz uralkodni, és a tieidnek nincs mitől félni, és te uralkodni fogsz örökkön örökké, amikor elmúlik ez a világ. A te királyságod nem múlik el, és akik fölött te uralkodsz, akikben te uralkodsz, azok megmaradnak örökkön örökké. Urunk, ezt a reménységet erősítsd meg bennünk, mindannyiunkban. És add, hogy mi örömmel tudjunk bizonyságot tenni erről mindenkinek, az erőtlennek, az ellened lázadónak, a megoldást keresőnek, az elesettnek, a bűnösnek. El tudjuk mondani mindenkinek. Az Úr uralkodik. És jöjjetek hozzá mindjárt, mert aki keresi őt, ahhoz kegyelmes, és megtartja az életét. Urunk, így adj erőt az igének, ami szánkban is. Így legyen erős bennünk a te szent lelked, könyörögve kérünk. És így adj ébredést az evangelizáció alatt, az evangelizáció szolgálat alatt. Adj ébredést ott, azokban a gyülekezetekben, ahol vagyunk, ahol hallgathatunk téged a te kegyelmedből. És köszönjük, hogy mi már hittel mondhatjuk ki, te uralkodsz, örökkön örökké. Legyen áldott a te neved mindezért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom
és a dicsőség mindörökké. Amen. Ezzel az igével áldjon meg bennünket az Úr. Örüljön az ég, örvendjen a föld. Örülj te, megváltott, s mondd el a népeknek, hogy uralkodik az Úr. Legyen áldott ezért az ő neve. Amen.